Na, sziasztok! Most, hogy végeztünk a unorító nagyon-nagyon gagyi GTA videókkal, amik szponzoráltak voltak, egy sajnos nem olyan jó szerveren, ismét jöhet egy defopil lenyugtatós videó? Vagy talán egy fepodil lenyugtatós videó? Hát igen. Nem akarom ezt hosszúra húzni, de mindannyian tudjuk, hogy Nerdhub Vendel szereti a pervers dolgokat. A League of Legends főmenőjétől kezdve a 13 éves lányokig mindenre felizgult, sajnos. A hangüzeneteket, amiket egy 17 éves lánynak küldött, valószínűleg mindenki hallotta és elunorodott tőle. A szomorú igazság az az, hogy a lány fiókját feltörték, illetve lehet, hogy a telefonját lopták el, nem tudom, hogy hogy volt a történet, de a lényeg, hogy ezek a hangüzenetek kikerültek, és Ezeket a lány is akarta, tehát ettől az ügytől most teljesen el fogok tekinteni. Viszont érdemes észben tartani azokat a dolgokat, amiket ott hallhattunk, mivel kiderül, hogy milyen egy beteg emberről van szó valójában. Ezután az ominózus eset után kikerült Twitter egy videó, amin Vendel egy szemmel láthatóan fiatal lánynyal csókolózik. Tudjátok, hogy nem számít senki erre. egy Akinek van szeme, az láthatta, hogy ez a lány maximum 14 éves, de Vendel azt állított a streamben, hogy 17 éves volt. Bár azt is mondta, hogy biztos nem 13, és azt is, hogy nem tudja hány éves, meg azt, hogy egy kocsmában találkoztak, és úgy gondolta, hogy kiskorú embert nem szolgálnak ki a kocsmában, illetve azt is felhozta, hogy valószínűleg kikérték a személyét, azt is elmondta, hogy ö, részek volt. Hát igen, a jó öreg részek voltam kártya illuminált állapot, jogi lépések. Ezt már hallottam valahol. De ezt imádom. Imádom. Minden egyes ilyen ügynél. A gyermekek végidő szentjévé lettem már ravatva Aishun által, az ilyen videók miatt, aminek örülök is, meg nem is, mert rengeteg ember keres meg hasonló ügyekkel, és tudok segíteni nagyon sok embernek, de nagyon sok dologról is tudok, ami bizonyíték hiánya miatt nem kerülhet a nyilvánosságra. Nem gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal egy 21 éves srácnak kellene foglalkoznia, de sajnos senki más nem teszi meg ezeket helyettem, és gyűlölöm, ha valaki egy gyereket kihasznál. Akár szexuális, akár nem szexuális módon. Mert a gyerekek, azok csak gyerekek. Viszont ö, az Iron témánál is csak akkor lett rendőrségi ügy, amikor már kitettem a videómat, és szemmel látható bizonyítékok voltak fönt az interneten. Miután trendingbe került ez a dolog, az után jutott el a rendőrséghez, mert amikor először a rendőrséghez fordultak vele, akkor ellettek utasítva. Ennél az ügynél nem tudom, hogy hogy lesz, nem tudom, hogy történt-e bűncselekmény, én csak ítélkezni fogok, igazából ez az én véleményem, elmondom azt, amit tudok, és lényegében ennyi az egész videónak a lényege. Az említett csokolózós videó óta kikerült még kettő videó, ami látszik a lány arca, és ha eddig nem lett volna egyértelmű, így már biztosan látszik, hogy bizony ő nem nagykorú. Igyekeztem minél alaposabban utána járni ennek az egésznek, és most el fogok mondani mindent, amit tudok erről. Nem is tudom pontosan hol kellene kezdenem, szóval lényegében a közepébe fogok belevágni. Mikor megkerestek ezt a videóval, azt az információt kaptam, hogy ez a lány 8. osztályos volt, amikor a videó elkészült. Sikerült felvennem a kapcsolatot egy sráccal, aki szórakozó helyeken dolgozik, és jól ismeri már a lányt, mivel sokszor próbált bejutni, de az a sajnos mindig akadály volt. Kapcsolatba léptem ennek a kislánynak az exével. Igen, jól hallottad, az exével. És ő is egy 20 éves srác. Nyilvánvaló, hogy mit gondolok róla, de a jó fejségemnek hála segítőkész volt, és elmondta, hogy valóban ez a lány van a videón. És a szóban forgó hölgy Júliusban töltötte a 15. életévét. Bár a probléma ott kezdődik, hogy nekem más információim voltak eddig a pontig arról, hogy ő hány éves volt ekkor. Az egyik információm szerint 13 volt a videó készültekor, a másik szerint pedig 14. De biztos, hogy nem annyi, amit Vendel mondott. Amikor én erről beszéltem twitch akkor Vendel szerencsére, mint a hős, megjelent a twitch és azt mondta, hogy a rendőrségnek hazudni rossz dolog, nem? Mivel teljes meggyőződése volt az, hogy ez a lány 17. Legalábbis eddig ekkor úgy tűnt. Azt mondta nekem, hogy mi nem azzal a lányjal beszéltünk, és hogy biztosan nem volt ennyire fiatal, mivel már beszélt vele, és hogy azután 17-et mondott a lány. De nem rossz ötlet a rendőrségnek is hazudni? Ki hazudik a rendőrségnek? Wendell, bejöhetsz Discordra, ha akarsz, amúgy én elmondom, hogy mit tudok jelenleg az egésszel. Aló, haló! Szia, szia! beszéltem a lánynak az exével pár napja, és konkrétan uh -huh. ő megmondta, hogy előző hónapban lett 15 éves. Na most ez az eset nem tudom mikor volt, de hogyha ez, több, ez egy több éves eset, akkor több, mint valószínű, hogy 14 vagy az alatt volt, amikor ez a csók történt. Hát 14 alatt biztos, hogy nem volt 100% tehát, hogyha ez így lett volna, ha olyan problémák vannak, de mondom, én nem is ismertem a lányt, összefutottam vele egy kocsmában. Hát ez Akár... elég jól összemelegettetek. Persze, mert fel akart jönni hozzám. Én pedig mondtam neki csomószor, hogy nem is volt hozzá hangolatom, meg ilyenek, de aztán iszogattunk, aztán mondtam, hogy jó. Miért nem? Aztán feljött hozzám. Aztán csinált videót. És igazából ennyi a sztori. Én furvára kétlem, hogy az a lány 14 lenne, 15. De hát, tehát akkor egy, lényegében egy te rá. sem tudod. Hát igen, mert még nem küldött maga nekem semmit. Tehát addig én nem fogom ezt 100%-osan állítani, de 90 90 Biztos, biztosan megmondom, hogy annyi. A más nem, akkor a lány hazudik. De én nem fogok hazugnak állítani senkit. Én hiszek mindenkinek a az, az a baj, hogy én beszéltem a lányjal, mondott 15 -t, 14 -t, 16 ot össze-vissza De beszél, nem azzal a lányjal beszéltél. De, de azzal biztos, a lányjal beszéltem. Biztos vagyok benne, hogy nem azzal a lányjal Biztos beszéltem. vagyok benne, hogy azzal a lányjal beszéltem. Miért most, biztos? Hát most streamben nem fogom megmondani a nevét, nem akarok ném droppolni. És elmondtad a nevét? Én tudom a nevét, a teljes nevét. Meg és azt is, a... hogy állítólag 8. C-osztályos volt akkor, amikor vele volt. Ez szerintem egy, egy eléggé facsart hazugság, szóval. Hát nem tudom. Hát mondom, én, azt, szerintem... én, azt, mondom, amit hallottam. Hát, csak szint, igen, szerintem csak egy, nem azzal a lányjal beszéltél, de biztos vagyok, mert én irogattam vele. Én beszéltem vele tegnap. És azt mondta, és amúgy meg nem mondta volna azt, hogy érted, eljönne bíróságra. Mert miért mondaná ezt? Meg miért mondaná azt, hogy a vidomban fog szerepelni, és elmondja, hogy mennyi? Tehát ennek semmi értelme nem lenne akkor, nem? Csak az a baj, hogy az a lány, akivel én beszéltem, azt te követed Instagramon. És erről a screenshot van. Ami azért elég fura összefüggés, szerintem. Nem gondolod? Hát akkor jaj, lehet. Nem tudom. Figyelj, hát valakinek biztos, valaki biztos, hogy kamuzik ebben van, szóval... Ebben egyet tudunk érteni, hogy ez biztos. Vennel állítása szerint ez a videó már több mint egy éves, amivel csak azt tudjuk igazolni, hogy a lány maximum 14 éves volt. Viszont szerencsére már tavaly novemberben voltak szemfüles emberek, akik látták ezt a videót és elkezdtek nyomozni. Az ő screenshotjaik eljutottak hozzám is. 2021 novemberében a NerdHub instafiók már követte ezt a lányt Instagramon és Facebookon is ismerősök voltak Vendellel. Ami felettébb érdekes, tekintette arra, hogy Vendell azt állítja, csak egyszer találkoztak abban a kocsmában. Ebből arra tudok következtetni, hogy előtte és utána nem beszéltek. Vagy mégis? A lány szerencsére kitett egy Insta sztorit, amiben Vendellel hívásozik körülbelül egy-két hónappal a csókos videó után és az volt ráérve, hogy Vendel bealudt hívásban. Hamar kiderítettük, hogy a lány melyik iskolába járt, mivel az iskolában mutogatta a videót az osztálytársainak, és elküldte fűnek fának, mert büszke volt rá. Valóban egy nyolcadikos lányról beszélünk, amikor ez az eset történt, és ez eljutott az információk forrásához is. De még egy Nerd Hub Discord moderátorral is beszélgetett egy srác, aki a lányjal egy iskolába járt. És a moderátorok vélhetőleg tudtak erről az esetről, mert már novemberben be lett küldve ez a videó a NerdHub szerverre, és bárkit, aki beküldte, bannoltak szó nélkül. Itt vannak a screenshotok, állítsátok meg a videót, olvassátok el őket, igazából nem tartom annyira érdekesnek őket, hogy most felolvassam. Tényleg állítsátok meg a videót, olvassátok el. Tehát senki nem tett semmit, Szóval itt volt az ideje, hogy lassan egy év után felszínek előjön ez a szar, és az elavult rajongók végre láthassák, hogy mi a valódi probléma. Egy 25-26 éves ember ne hajtson már 13-14 éves lányokra, még a 17 is rettenetesen gázos szerény véleményem szerint. Ha esetleg valakinek még mindig nem lenne elég, és a tények mellett elhaladva továbbra is vendelt szeretném védeni, meglepődnétek, hogyha azt mondanám, hogy van még egy-két lányok írt nekem ezzel kapcsolatban. Vannak történetek, amiket nem teljesen szeretnék lelőni, mert például ez a lány, akiről most fogok beszélni, valamiért ezek után is úgy néz ki, hogy ismét Vendel oldalán áll, és nem akar a rendőrséghez fordulni. Lehet ez azért, mert minél hamarabb szeretné tudni ezt az egészet, vagy leküzdeni, lehet, hogy azért, mert kamuzott, nem tudom. Ö, a screenshotok igazából engem igazolnak, de nem szeretném kiteregetni az egészet. Szóval ez a 17 éves lány streamelt Vendel megjelent a twitch -settjén. kis beszélgetés után Vendel áthívta magához, de a lány elmondta, hogy nem akar semmilyen szexuális tevékenységet folytatni a videósunkkal. Szegény Vendelnek biztosan emlékezet kiesése lehetett a sok alkoholtól, amire majd ezt is foghatja, mivel elkezdte fogdosni és csókolgatni ezt a lányt, aminek hála a lány elkezdett sírni. Vendel ekkor abbahagyta, és azt mondta, hogy sajnálja. Másnap viszont Vendel Messengeren ennek a lánynak úgy írt, mintha kb. semmi nem történt volna. Például kurva jó volt a -e tegnap előtt? Szerinted nem. Illetve, hogy nem is dugtunk meg semmi. Azt kérted, nem. Az is előfordulhat, hogy nem volt igaz ez a történet, és a lány csak a figyelemre vágyott. Esetlegesen feldítva adta nekem elő az egészet, valószínűleg ezért akarja ezt vendelel megbeszélni, vagy nem tudom. A lány kérésére a screenshotokat nem fogom megmutatni, de szívem szerint megtenném, mivel ezzel kapcsolatban ő írt rám, nem likelődött, ő akarta ezt az egészet, nem tudom, hogy most miért nem de tiszteletben szeretném tartani. Írhatjátok kommentbe, hogy nem mutatok bizonyítékot, és akkor miért hinnétek el azt, amit mondok, de szerintem a szavam legalább ugyanannyira hihető, mint egy screenshot, mert screenshotot bárki tud hamisítani, és sajnos már láttam hamisított beszélgetéseket Vendel és a 13 éves per 14 éves lány között. TikTokon már jöttek szembe ilyenek. Nagyon sok kamú dolog van már az interneten. Bárkit lehetne egy csetintése tehát igazából Konkrétan feleslegesen megmutatom ezeket a screenshotokat, mert a szavam valószínűleg hitelesebb, mint egy random screenshot. Volt még egy pár lány, aki teljes mértékben screenshotok nélkül egy oldalúan írt le az ő történetét. Mikor vendelt erről, megkérdeztem, akkor azt mondta, hogy ez nem így volt, nem úgy volt, stb. 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 Sajnos azokat nem fogom tudni elmondani ebben a videóban bizonyíték hiánya miatt. Nemrég kikerült Flex és Bondi videója is erről az esetről, amit nagyon-nagyon javaslom, hogy nézzetek meg, mert uh, abban a Nerd Hub podcastet is egy kicsit szétszedegetik, és elmondják az ő véleményüket. Nyilván mindent elmondtak abban a videóban, ami szerintem szükséges, nem szeretnék én még túl sok dolgot hozzátenni ehhez, elvenni sem szeretnék belőle, szóval nézzétek meg Flex és Bondi videóját is, bár amúgy volt egyáltalán egy nagyon-nagyon szép Friday elszudásunk Vendel részéről. A lány azt mondta nekem, hogy ő 17. Egyeseknek van arról, azt mondják, hogy ő igazából 14 volt ekkor, amikor ez történt. Egyeseknek van is arról. Ha úgy kezded a mondatot, hogy van arról, akkor több mint van, azt, hogy a következő szó, ami érkezni fog, az az, hogy bizonyítéka. Elég érdekes elszólás szerintem. Vendel nagyon sok embernek hazudott ezzel kapcsolatban, és Próbálja ezt az egészet elbagatalizálni, pedig ez a dolog, amit ő csinált, nem normális. De az is lehet, hogy Vended egy világi nagy balfasz, és tényleg az összes nő, aki egy minimális figyelmet ad neki, az egyből, hát, erekciót okoz neki. Sajnos ez is megeshet. Minden esetre nem kedvelem, és eléggé fáj nézni, hogy konkrétan gyerekek nézik őt, és védik TikTokon, kommentekben, és azon veszekednek, hogy hány éves volt a lány. Mint hogyha amúgy 9 és 10 év korkülönbség olyan kibaszott normális lenne egy ilyen korban. Amikor Vendel 18 éves volt, akkor ezek a lányok több, mint valószínű, hogy óvodába és általános iskolába jártak. Köszönöm szépen a megtekintést, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a streameken találkozunk, hamarosan jönnek a, az új videók, amik nem szar GTA-szponzor videók lesznek hanem szar manin videók. Köszi. És szerintem nincs olyan ember már Magyarországon, aki játszik, és valamilyen úton, módon nem ismer engem. Tehát tényleg azért egy millióan, egy néztek, szóval. De több millió nézettségem van. Szóval valamilyen úton, módon nagyon sok olyan ember megfordul, aki valamilyen szempontból ismert engem. Alright. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szójádon donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit, hamis te vagy a legjobb az egész kerületbe.